akkor első kérdésem az lenne, hogy annak idején miért pont az operatőri pályát választott, mert én úgy tudom, hogy nagyon fiatal korában eldöntötte ezt már magáról. Ez így igaz, hogy egy hirdetést olvastam, amiben az állt, hogy lehet jelentkezni a színház és filmművészeti főiskolára, és ez két év előtt jelentett volna, mert akkor szakérettségit is lehetett tenni, erre nem térek ki, mert hosszú. A lényeg az, hogy gondoltam, hogy színész nem leszek, de hát a film azzal lehetne valamit kezdeni, és olvastam, hogy ott van rendező, meg operatőr. Volt bennem műszaki érdeklődés, és hát gondoltam, hogy akkor nekem az operatőrség meg fog felelni, de semmit nem tudtam róla. Úgyhogy így jelentkeztem operatőrnek, de kitűnt, hogy kiderült, hogy ez, amit én olvastam, az már lejárt, úgyhogy azért már lezajlottak a felvételi vizsgák, úgyhogy csak le kellett érettségizni, és utána újfent jelentkeztem. Akkor egy jó barátommal megegyeztünk, hogy ő filmrendező lesz, én meg legyek operatőr. Őt fölvették, engem nem. Úgyhogy akkor egy évig geodéta voltam, aztán még egyszer jelentkeztem, mert akkor már azt gondoltam, hogy ha nem vettek föl, akkor most már csak operatőr lehetek. És egy következő évben aztán bekerültem a főiskolára. Ugye ehhez kapcsolódott utána a rendezés is, de amíg nem rendezett, addig mennyire volt nehéz az utasításokat, a rendezői utasításoknak megfelelni? Hát mi elég a főiskolán is dolgoztunk rendezőkkel, tehát egy operatőr osztályjal volt egy párhuzamos rendezői osztály, tehát mi dolgoztunk együtt, úgyhogy hozzászoktunk egymáshoz, és így alakult ki. Ugye az első film a cigányokról szólt, az első dokumentumfilm, és az is egy ilyen tabu téma volt, és attól kezdődően én főleg ilyen tabu témákkal foglalkoztam, tehát forgattam a cigányokról, aztán forgattam a második magyar hadsereg katonáiról, a bukovinai székelyekről, a gulágra elhúzoltakról, hogy néhány témát megelni, csak mindig olyasmiről, tehát olyan témáról, amiről nem lehetett, vagy nem is, vagy keveset beszéltek, és fehér foltnak számította, ezeket térképeztem föl. Ez egy nehéz időszak volt ilyen szempontból, hogy ugye évekkel később jelentek meg filmjei is, pontosan emiatt is. Ez sose tántorította el? Nem, hát legfeljebb betiltották a filmet egy ideig, de akkor már készen volt. Szóval az sokkal jobb, hogyha egy kész filmet intanak be, mint hogyha az embert el se kezdik. Az ember nem jutott hozzá, hogy forgatni kezdjen. Úgyhogy a bukovinai székelyekről forgatott film, a Sír az út előttem, ugye, ami három részes, az is egy ideig be volt tiltva, nem lehetett vetíteni, és akkor én mondtam a cenzoroknak, hát akkor már volt mögöttem egy-két siker, hogy úgy mondjam, játékfilmben is, és dokumentumfilmben is, mondom, én megvárom, amíg ezt is engedélyezik majd, és aztán egy-két éven belül engedélyezték is. Mária Terézia talált egy minorita papot, Martonfi Mort, akit megbízott arra azzal, hogy az Erdélyből Moldvába bemenekült magyarságot próbálj összegyűjteni, és Bukovinába letelepíteni. Oda telepedett német és orosz, és ott már most minden vegyesen vannak ott Bukovinába. A lengyel és ott mindenki, már senki földje volt. 1776. november 1-én érkeztek az első telepítések. Martonfi Mór oda telepített 80 családot. Ez lett Isten segíts község is az első. Aztán telepítették Fogadj Isten községet, majd Hadik falva és András falva. Aztán Mária Terézia fia idejében telepítették József falvát. Telepítettek oda németeket is, hogy ne a német magyarosodjék el, hanem magyar németesedjék el. És aztán a németeknek nagyon kellett vigyázni, mert bizony a magyarok várték nagyon őket, németeket, hogy hencegtek, úgy mondjuk, hogy nagyoskodtak. Nem törődtek ők Ferenc Jóskával, vagy Mária Teréziával, hanem adtak nekik.
Mik voltak ennek a nehézségei, vagy hogyan fogott ennek a nagy munkának neki? Tehát rengeteg embert szólaltat ugye meg ebben a dokumentumfilm. Ez úgy kezdődött, hogy én egy játékfilmet terveztem a Madéfalvi történetről. Ennek a forgatókönyvét Csóri Sándorral meg is írtuk, de hát nem fogadták el, mert ugye ez a maga a téma, hogy egy kis közösség a saját jogaira, kiváltságaira hivatkozva szembe szegüljön, és szembe menjen egy nagy hatalommal, ami akkor ugye osztrák császárság volt. Tehát egy szabadságszerető nép küzdött, vagy szembeszállt egy önkényuralommal. Hát ez itt elég sok áthallás volt, úgyhogy egy csomó jelenet ebben a forgatókönyvben emlékeztetett arra, vagy arra lehetett asszociálni, ami nálunk 56-ban megtörtént, vagy ami a cseheknél 68-ban megtörtént, és a forgatókönyvet olvasva ugye, a cenzorok ezt azért észrevették, úgyhogy mindenféle indokkal mondták, hogy ezt nem lehet leforgatni, annak ellenére, hogy ez a forgatókönyv ilyen formájában a Tiszatájban, mint folyóiratban megjelent, az Alföldben is megjelent, de mégsem lehetett ezt filmé varázsolni. De mivel nem tettem le erről, akkor gondoltam azt, hogy én tudtam, hogy itt a Völgységben és Bonyhád környékén vagy Kakas környékén, itt a bukovinai székelyek itt élnek, akkor gondoltam, hogy ide lejövök és forgatok egy dokumentumfilmet, mert közben jobban megismerem őket, arcokat tudok föltérképezni, mert ha mégis létrejön ez a Madéfalvi film, úgyis nekik ebben szerepük lett volna. Úgyhogy így kerültem ide. Először azt hiszem Sebestyén Ádámot kerestem meg, ugye, aki néprajzos és ilyen mesemondó volt, és aztán az ő segítségével, kalauzolásával számtalan emberhez nagyon sok faluba eljutottam, és aztán így elkezdődött ez a film. 1883-ban akkor telepítettek itt az Ordunán Pancsova környékén. Hát több mint 500 család jött el akkor az öt faluból. Egyszer aztán az árvíz rájuk ment ezekre a telepítés kezdete után, akkor nagyon sokan befogták lovaikat vissza Bukovinába. Az Aldunánál Hertelendi falvát, Székely, Kevét és még más falvakat létesítettek, és mai napig ott van az akkor telepített Székely csoport. Vannak-e igazán emlékezetes pontok akár ezzel a filmmel kapcsolatban? Az ilyen jellegű filmeknek én mindig úgy fogtam hozzá, hogy nem volt teljesen világos és előre elképzelt koncepcióm, ahogy mondani szokás az egésznek a menetéről, hanem én föltérképeztem minél szélesebb és minél nagyobb körben, és utána az anyag maga, tehát a fölvett anyag vagy az ismeret kezdte szervezni saját magát. Úgyhogy például a II. Magyar Hadseregről szóló dokumentumfilm az úgy indult, hogy ez egy kétrészes dokumentumfilm lesz. És utána egy idő után mondtam akik ezt elindították, hogy ez két részben már nem fog beleférni. Hát mennyi lesz? Mondtam, hogy 5. Aztán később jeleztem, hogy ez 5-be sem fog beleférni. Mégis mennyi lesz? Hát mondtam, hogy 10-12. Na hát akkor ez már nagyon nem tetszett, és akkor meg már pénzségen volt rá, és akkor bekapcsolódott a televízió is. Úgyhogy végül is 25 részes lett, 25-ször 1 órás. Mert ennyit kívánt meg az anyag. Itt a bukovinai székelyekről forgatott anyag, hát ott is voltak ismereteim, tudtam, hogy körülbelül ebben ez mit rejt, de amiket elmondtak, annak alapján szerkesztettem én meg aztán a filmet. Illetve itt volt egy olyan történet, amiről nem akartak beszélni. Ez a 42 ember halála, akit Szabadkán máig tulajdonképpen ismeretlen körülmények között meggyilkoltak, kivégeztek a szerb partizánok. És ez egyszerűen valaki elpöttyintette. És én rögtön fölkaptam a fejemet, hát hogyne, hát ez egy drámai anyag esemény nyilvánvaló. De nem akart róla senki beszélni. Mondta, hogy igen, hát én is hallottam róla, de tudom én, a Berta néni az majd tud, akkor elmentünk a Berta néni. Igen, én is hallottam róla. Küldözgettek egyik helyről a másikra, míg egyszer valaki csak fölvállalta meg. Rábeszélés, Ádám is jött velem, Sebestyén. Valaki csak elkezdett beszélni. És ha már megtört a jég,
akkor már a többiek is, akkor ugye aztán kiderült, hogy kik érintettek ebben, úgyhogy a 42 férfi hozzátartozóival, feleségeivel, lányaival, fülyeivel beszéltem, és ebből állt össze az egyik film. Tehát mindig vannak ilyen véletlenek, de ezt nem lehet kitalálni nyilván íróasztal mellett előre, hogy én egyszer csak föltérképezem ennek a 42 férfinek a történetét, mert nem lehetett tudni. Itt a megyében ön nagyjából hány településről talált interjúalanyokat? Hát én legalább 20-25 helyen forgattam. Előkerestem egy füzetem, az akkori címfüzetemet, én ebbe belenézek, és mindjárt mondok is, ugye, hogy itt le voltak jegyezve. Azt mondja, Kakas, hát mondtam, hogy Ádámmal kezdődött, akkor Izmény, akkor Kéty, Majos, Kismányok, Felsőnána, Kalaznó, Aparhan, Zomba, Nagyvejke, Szekszárd, Murga, Tevel, Bonyhád, Hidas, Somberek, Véméd, Bátaszék, Himesháza, Bonyhád, Varasd. Rengeteg helyen, és mindegyik felsorolt községben egy csomó cím van ott a nevek, akikkel vagy beszéltem, vagy csak föl lettek írva, mint olyanok, akikkel érdemes beszélni. Arcokat látok, sorsokat, és hogy mondjam, szóval vannak olyan események, amiről az ember azt gondolja, ha nagyon súlyos vagy extrém események, hogy ezt talán kitalálta az, aki, ha mondjuk a játékfilmben lát ilyet az ember, vagy olvas, hogy a film rendezője, vagy az író, hogy ezt kitalálta. Itt nem lehet, itt saját életüket mondták el, azt meg nem lehet kitalálni, ezt meg lehet élni, és el lehet mondani. Szüleimnek 15 gyermeke közül a 14. vagyok. Mi 11-en voltunk testvérek. 8-an voltunk testvérek, ebből volt 5 fiú és 3 lány. És akkor egyet még édesanyám növelt egy idegen nemzetűségűt. Mi azt mondtuk, rusz, mert Balkóci volt. Azt is felnövelte. Nálunk olyan volt ott a rend, hogy ott minden gyereknek be kellett bizonyítani, hogy 5 éves, vagy 10 éves, vagy 15 éves. Mert 5 éves korától a libákra voltak bízva, a zárokparton kellett legeltetni. Arra vigyázni kellett. 10 éves lettem, már tehenekkel kellett kimenni a határba, és arra nekem vigyázni kellett. Amikor már voltam 12 éves, már mentem Moldvába. Ami Moldovának mondtuk. Ott már édesapámmal mentem répát hordani. Elvittek 120 kilométeres, de lovas kocsival. Elvittek május 1-re, munkába kellett állni, és november 1-én hazakerültünk. Ott nem azt mondtuk, hogy summa, azt mondtuk 6 hónapos. Mert 6 hónapot kellett letöltsünk. 9 éves koromban Moldovába kellett elmenni, mert nagy volt a család. 13 éves voltam, akkor már mentem Moldovába. Répát egyelni, sarabolni, olyan kicsika, 6 éves voltam, és már oda voltam Moldovába. 9 évet elértem, akkor elszegődtem 2 hónapra az urasághoz, csak is répát, cukorrépát egyelni, hát nehéz volt az élet, az biztos. Ő nem csak ugye dokumentumfilmeket, hanem filmjátékokat is készített, az első ilyen nagyobb a feldobott kő volt. Azt gondolom, akkor nem véletlen, hogy a főhős szintén egy rendezőről szól magad. Igen, hát ez részben egy önéletrajzi film, tehát majdnem minden eseménye megtörtént. Nem mindig és nem pontosan úgy, ahogy a filmben, mert aztán a filmben a dráma vagy a dramaturgiai szabálya szerint építkezik az ember. De a minták azok adottak voltak, és a bizonyos az események is, meg a figurák is, azokat mind ismertem, és így kerültek a filmbe. Szövetkezettől nem szabad félni. Az jó dolog. De hétszentség az, az óra oda kell vágni fejükhöz. Mi most csinálunk tanyaközpont. Ti jöhettek nézni. Balázs, meg én, hol mi csináljuk azt? És nem kaptok óra. Jó van, Görög. Az a villa meg ott marad, ha igazat beszéltél.
Ebben is benne van, hogy a főhősét ennek a filmnek ugye nem veszik föl a főiskolára, aztán mégiscsak fölveszik, és közben elmegy, a geodéta lesz, és különböző helyeken dolgozik az országban, és ugye találkozik cigányokkal, aztán ebből, hogy ezelőtt ugye a cigányok film is így született, vagy a görög partizánoknál is. Tehát az ember eseményeket ismer meg, és az életében is abból építkezik. Itt sok személyes esemény volt, ami bekerült ebbe a filmbe. Bácsi, ez mi? Fényképezünk. Engemet is! Engemet is! Bácsi, engem is! Valamit dokumentumfilmbe érdemes elmondani, elővezetni, és van, amit szívesebben készít el az ember játékfilmbe. Csak hát a játékfilm nagyon drága, úgyhogy itt sokszor az ember kénytelen lemondani arról, amit szeretne. Egy dokumentumfilm az mégiscsak olcsóbb. Ugyan több munka van vele, több utána járás, viszont az eredménye az megéri. Mennyire elégedett a mai filmezéssel, vagy dokumentumfilm készítéssel, egyáltalán a filmgyártással, a magyar filmgyártással? No, ez egy bonyolult kérdés. Nyilvánvalóan, hogy ma is születnek jó dokumentumfilmek és jó játékfilmek is. Nem is mindet ismerem, meg igazából nem is akarom véleményezni, úgyis elég nehéz helyzetben van a magyar filmgyártás, nincs rá pénz többek között, de én azt gondolom, hogy a tehetséges emberek nem szűntek meg, jelen vannak, úgyhogy fognak jó filmeket készíteni. Akkor mondhatjuk, hogy hát egy ilyen kilátástalan helyzetben is azért van remény. És... Hát az mindig van. Szóval amikor mi készítettük a filmjeinket, akkor is lehetett azt mondani, hogy kilátástalan helyzet van, ugye? Akkor számolni kellett a cenzúrával, nem engedték. Hát már a forgatókönyvet nem fogadták el. Manapság mindenről lehet beszélni, ugye, csak esetleg nem jön össze rá pénz. Tehát fék akkor is volt, most is van. Ezzel egy filmrendezőnek meg számolni kell, és meg kell küzdeni. Én úgy tudom, hogy a fia is a nyomdokaiba lépett. Amikor együtt dolgoztak, az mondjuk könnyebbséget jelentett, vagy pont, hogy nehezebb volt amiatt, hogy ismerik egymást? Hát neki volt nyilvánvaló nehezebb. Valóban operatőr lett, elvégezte is a főiskolát. Én igyekeztem lebeszélni, nem sikerült. Úgyhogy volt talán két film is, amit én rendeztem, ő meg fényképezte. Hát, hogy mondjam csak... Nyilván rá volt azért hangolódva arra, hogy ahogy én kedvelem, vagy készíteném a képet, vagy a filmet. Itt aztán néha volt olyan eset, hogy amit én utólag nagyon helytelenítek, hogy, mert ugye hát részben kezdő volt, úgyhogy voltak nehezebb feladatok, amit hát, hogy mondjam, csak gond volt operatőrileg megoldani. Ugye, és hát szegény gyerek ott kínlódott, és mondtam, mi van, megcsináljam? Ilyet nem lehet volna szabad mondani, de aztán megcsinált ő maga. Amikor 1978-ban megkapta a Kossuth díjat, az elégtétel volt végül is az előtte lévő hát nehézségeknek? Hát akkor az ember erre föl se figyelt, meg a nehézségekre se igazán. Mert az ember, amikor fiatal, hogyha a fejére ütnek, akkor félrelépést csinálja tovább, ott még egyszer a fejére lépnek, akkor is. És hát egy ilyen díján nyilván, hogy nem is az, hogy jól esett, hanem jelentett egyfajta védettséget. Ugye még a cenzorokkal szemben is, tehát akkor már azért könnyebb volt filmhez jutni, vagy könnyebb volt talán egy forgatókönyvet átpasszírozni, hogy úgy mondjam, nem sokkal, de valamivel mégis. És ha ma mondjuk újra azon kell gondolkodni, hogy pálya előtt lenne, ugyanúgy vállalná ugyanezt az utat? Nem, akkor erdésznek mennék. Miért pont erdésznek? Hát mert ez egy nyugodt, kényelmes szakma, csend, természet, lehet szemlélődni, figyelni.
úgyhogy ez egy jó szakma. És ott esetleg a filmezés nem lehetne összekapcsolni, vagy abszolút a szóba sem. Ezt a kár elrontani. Feledheted ezeket az arcokat? Majd számon kérik tőled a történelmet, és igazuk lesz. Kért számon a történelemtől az embert, és igazad lesz. És kért számon magadtól is. Azt mondják, a jövő embere az, akinek nem lehet ígérni semmit. Akinek egyetlen mércéje van, a megvalósult mű. Hogyan is mondta a görög? Nem csak azt kell vállalni, amik vagyunk, hanem amik voltunk, és amik lehettünk volna.